Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit Kaposváron. Köszönöm, hogy egybe gyűltünk. Mondjuk el a tiszta univerzum mantráját, OM NAM, hétszer. Oh. Köszönöm szépen. Egy mesével kezdem. Képzeljünk el egy 17 éves fiatalembert, 1300 éve Dél-Kínában, akinek az apjáról nem tudunk semmit, az édesanyját pedig tűzifa eladással tartotta el. Egyszerű volt a munkája, elment az erdőbe, fával a hátán elment a piacra, eladta a tűzifát, és ebből éltek az édesanyjával, aki már öregecske volt. Egy napon egy szerzetes recitálta a gyémánt szútrát a piac és a fiatalember meghallotta ezt a sort. Ha minden jelenséget önmagában nem létezőnek tekintesz, ez a látó, a buddha. Amikor ezt meghallotta, kinyílt a tudata, odament a szerzeteshez, és megkérte, idősebb testvérem, kérlek, mutasd meg nekem ezt a templomot, ahonnan ez a tan származik. Egy hónap gyaloglás után elérte az ötödik Pátriárkának Hongrennek a templomát, Északon. Nagyon sok fiatal akart szerzetes lenni abban az időben. A Tang dinasztia Kínának az egyik legszebb korszaka volt kulturálisan. Három és fél évszázadon át tartott, nagyjából a mi honfoglalásunk hivatalos időpontjakor ért véget. Az ötödik pátriárka nagyon sok tanítványt látott, és megkérdezte ezt a fiatalembert: Honnan jöttél? Délről, uram? Délen csak barbárok laknak. Hogy akarod elérni a megvilágosodást? Erre a fiatalember így válaszolt: A testünk jöhet délről vagy északról, de a buddha természetünk nem jön és nem megy. Hogy lehetne az északi vagy déli? Erre az ötödik pátriárka megjegyezte ennek a fiatal tanítványnak a jelenlétét, és azon nyomban a rishántolóba küldte, reggeltől estig, hónapokon át csak rist a szerzetes növendékek neve Hengja a kóriai hagyományban ez az ember no jaként maradt meg, és egyszer, amikor már olyan fél év, egy év eltelhetett, és még mindig risthántolt, az ötödik pátriárka meghirdette, hogy átkívánja adni a tant. Ezért mindenki egy klasszikus zen költemény keretében Írja fel a kolostor főfalára azt a bölcsességet, amelyet eddig elért. Siu, a szerzetes vezető, a mester után az első számú tanítvány, a következő négy sorost írta föl: a test a bóthi fája, az elme a tiszta tükör állványa, mindig tisztítsd a tudatod, ne hagyd, hogy por rakódjék rája. Hát ezt mindenki megtapsolta, mindenki azt várta, hogy Shenziu lesz a hatodik pátriárka, és a mi No aki addig csak risthántolt, bizony, ahogy hallhatta, gyermekkorában nem iskolába járt, hanem az erdőbe és a piacra. Nem tudott írni és olvasni. De megkérte az egyik szerzetest, Sunim, Elolvasnád nekem Sensziú költeményét? Meghallotta, megértette, és arra kérte a szerzetest, hogy az ő négy sorosát is írja Siyu-é mellé. A szerzetes meglepődött. Téged még föl se avattak, még le se vágták a hajadat rövidre. Mit gondolsz te? Nem értesz semmit se az emből. Kérlek, idősebb testvérem, az ötödik pátriárka mindenkihez szólt. Így én is szeretném, hogyha elolvasnák azt, ami bennem van. Legyen, ahogy gondolod. Mi az első sor? A bóthinak nincs fája. A tiszta tükörnek nincs álványa. Eredetileg semmi sincs. Hol a por? senki nem értette ezt, és másnap reggel, amikor eredményhirdetés lett volna, az ötödik pátriárka meglátta a két költeményt, senki más nem mert felírni semmit, az egyik egy nagyon tiszteletre méltó szenior gyakorlói volt, a másikat meg nem értette lélek, talán az ötödik pátriárka. De ő, ahogy meglátta ezt, levette a saruját és letörölte a falról Nohengja költeményét. Mindenki azt várta, hogy a déli szertartáskor sensiu megkapja a tant. De az ötödik pátriárka nem jött elő. Nem jött elő az éneklésre, nem jött elő az étkezésre, nem jött elő a délutáni periódusra sem, sőt, még este sem látták. Akkoriban az emmestereket nem kérdőjelezték meg. Minden tettük, minden szavuk a buddha szava és tette volt. Mindent tanításként kellett fölfogni. Ha értetted, ha nem, ha tetszett, ha nem. Este megjelent az ötödik pátriárka Rishántolónál, ahol Nohengja dolgozott. Szó nélkül, a botjával, háromszor a rishántoló korlátjára ütött, hátat fordított, és elment a szobájába. Nohengja az esti harangszó utáni harmadik órában bement az ötödik pátriárka szobájába, és megkapta a tant. Megkapta a buddha tálját, és megkapta a buddha kasáját, És az ötödik pátriárka azt mondta neki, mostantól fogva te vagy Huineng, a hatodik pátriárka, menekülj. Még napfelkelte előtt Huineng elhagyta a templomot, és nagyon gyorsan délfelé igyekezett. Tudta, hogy az üldözők a nyomába fognak eredni, és megpróbálják a buddha táját és a kasát elvenni tőle, az emberek akkor is emberek voltak, irigyek, ambiciózusak, és maguknak akartak olyan dolgokat, amelyekért nem dolgoztak meg. A szerzetesek között nagyon sok volt katona szerepelt, akik kitűnő nyomkeresők voltak. És egy kis csapat két napon belül utal érte Huinenget, aki látván, hogy az üldözők el fogják kapni, egy sziklára tette a tálat és a kasát, és elbújt. Az üldöző szerzetes, meglátván, hogy a relikviák előtte vannak, diadalittasan odalépett, és fel akarta venni a tálat és a kasát a szikláról. De azok nem mozdultak, mintha odanőttek volna a kőhöz. És ekkor az üldöző szerzetes feleszmélt, és azt mondta, fiatalabb testvérem, én nem a kasáért és a tálért jöttem, hanem a Buddha darmájáért. Gyere elő, nem bántalak. Huineng előjött, és megkérdezte, idősebb testvérem, milyen darmát szeretnél elsajátítani? Kérlek, taníts! Mondta az üldöző: Amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Ezt halván az üldöző szerzetes könnyekben tört ki, és a megvilágosodás tapasztalatát élte át. Majd megkérdezte: Ezen kívül bízott-e rád bármiféle titkos tanítást az ötödik pátriárka? Huineng így szólt, amit hallottál, az teljes, hiánytalan és tiszta. Menj békével! Az üldöző szerzetes eltűnt, soha nem hallottunk róla többet. Huineng 17 évig bújdosott, amíg el nem érkezett az idő, hogy Huang Mei templomában bemutassa a tál és a kasa mellé azt a kalligráfiát, amit az ötödik pátriárkától kapott, és így formálisan is a kínai buddhizmus hatodik pátriárkájává vált. Amikor ez megtörtént, összetörte a tálat, széttépte a kasát, és azt mondta, ezekért ne kerüljön veszélybe többet emberélet. mi, akik Szungszen mester tanítványai vagyunk, erre az estére legalább mindenki. A hatodik pátriárka vonalában vagyunk, ő a szellemi elődünk. 28 generáción keresztül Sákjamunitól Bóthidarmáig Indiában volt a tan. Bóthidarma után a hatodik pátriárka Huineng, és utána került Koreába és Japánba a tan. Huineng megszakította az egyvonalú monolineáris átadást, és öt iskolát alapítottak az utódai. Ebből a Linchi vagy Rinzai iskola, Kóriaiul Imje, ez az a vonal, amely a koanokat használja. Miért? A kóan szó szerint közügyet vagy közokiratot jelent. Annak a másolása úgy történt, hogy az eredeti kalligráfia mellé lemásolták az újabb példányt, a széleket összeillesztették, és egy pecsétet tettek úgy rá, hogy a két papír szélét arányosan foglalta el. A két szél közötti vágás a pecsét közepén volt. Ha bármiféle kérdés merült föl az eredetiséget illetően, a másolatot és az eredetit összeillesztették, és ha a pecsét, egy egészet alkotott, akkor eredetinek volt tekintendő a másolat. Az első koan, az első ilyen kérdés-válasz, az elhangzott az üldöző szerzetes és hújnen között. Az a kérdés, hogy amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod, az a hagyományban lerövidült, és a mi ez kérdésként maradt meg. Ez a kérdés az, amely ha gyakorlod, ha megfelelően honol ez a lelkedben, emeli a tudatosságodat, és lehántja rólad azt a karmát, amit önképként viselsz. Lehántja rólad azokat az illúziókat, amelyekből téves nézeteid, kapzsiságod és haragot fakad. Ugyan már Bóthi Darma idejében előfordult olyan párbeszéd, amelyet Vú és Bóthi Darma folytatott, ezek a koanok előzményeként foghatók föl, amikor a kérdés és válasz alkot ugyan egy egészet, de nem követi realizáció. Vú ott állt Bóthi Darma előtt, és a kérdéseire nem érthető választ kapott. A koannál a nem tudható működik. Mind a két résztvevő, a tanító és a tanítvány is egyaránt tudja, hogy ezt elmével, tudással nem fogja megoldani. A különbség ahhoz hasonlítható, hogy halászhálóval nem tudjuk kifogni a tengert. Erre rájövünk felnőtt életünkben többször. Ha a tenger kell, le kell tennünk a hálót, és be kell ugranunk a tengerbe, valami olyasmit kell művelnünk, amit a halászok, Néha egész életükben nem tesznek meg. 40-50 évig halásznak, és egyszer sem fürdenek. Az emberek, mi évtizedekig gondolkodunk, de ha nem jövünk rá, hogy ezzel csak az analízist, a logikát, a fogalmi hálót használjuk, akkor sosem érünk el erre a pontra. Ez a nem gondolkodás pontja, ez az intuíció pontja, a tiszta, térszerű, tükörszerű tudat tapasztalata, amely elvezethet igazi önvalónk teljes tapasztalásáig, az egyévállásig, a felébredésig. Amikor az intuíciód kristálytisztán működik, akkor az önvalód ezáltal megnyilatkozik az elme szerepe megszűnik. Abban a pillanatban, hogy az elme újra beindul, már szolgál, már valami nagyobbat tapasztalt, mint önmaga. Az elme elraktározza ennek a tapasztalatát, amelyet nem tud megmagyarázni, és hogyha elég őszinte, nem is fog. Ezt úgy hívják, hogy buddhi, az önvaló nagykövete, az elmében való lenyomat, amely mindig Természetességgel, szerénységre és alázatra tanítja a viselőjét. Ezeket a minőségeket nem lehet kívülről kapni, ezeket el lehet sajátítani, de azt mindig szerepként fogjuk viselni, és a szerepek mindig a legrosszabb pillanatban hagynak ott minket, azért, mert a rendezőt nem ismertük meg. Ha a belső rendeződ megvan, akkor a szerepeid is tiszták, és látod, hogy a színpad melyik helyét foglalod el. A kóamban a kérdés és a válasz egyé válik, ahogy a tanító és tanítvány tudata egyé válik, és ezáltal a hagyomány átadható. Ennek az átadásnak vagyunk részei a mai napon, Magyarország már több évtizede, a nyugat már több mint száz éve, és Ázsia pedig több mint 2500 éve. Jelenkorunkban Buddha nyitotta meg az ösvényt, majd folytatták 78 generáción keresztül azok, akiknek köszönhetően ma ebben a teremben a darmát tudjuk a felszíne hozni. Ahogy említettem, a mi iskolánk, a mi hagyományunk, amely Szunkszánzen mester tudatát és hagyományát követi, a koan praxisban találja meg a zen gerincét. Azt a fajta fokozatosságot, amely által emelkedve egyre tisztábban, egyre önzetlenebbül, egyre együttérzőbben, egyre bölcsebben tudunk élni. A kuan megmutatkozik az, hogy mennyi ragaszkodás van még az elmédhez, mennyire szenvedsz még a logosz betegségben, mennyire gondolod a gondolkodásodat abszolútnak, az érzelmeidet változtathatatlannak, a nézőpontjaidat kibillenthetetlennek, így az identitásodat megváltoztathatatlannak. Ne cseréld össze a rendezőt a színésszel, az önképet az önvalóval, az avatárt a valósággal. Ennek az összetévesztésnek a függvényében szenvedünk és szenvedtetünk. Ha nagyon erős a hamis azonosulás, nagyon erős a szenvedés és a szenvedtetés, amely téves nézetek, kapzsiság és harag formájában mutatkozik meg. Ezért fordulunk befelé. Ezért éljük át a lélek tudatosságát és így a megtisztulását. Ezért gyakoroljuk a meditációt, hogy a kérdés és a válasz a nem tudható, de tapasztalható önvaló tükrében találkozzon. Váljék egyé és élje meg azt, amit a csepp él meg, amikor visszatér az óceánba. A dolgunk tehát sokkal egyszerűbb, mint azt hisszük. Nem újabb és újabb kötetek, könyvtárak elsajátítására van szükség. Arra van szükség, amit mindegyikünk magunkban hordoz, de nagy részünk még nem látta, teljességében csak kevés ember tapasztalta. Tehát sokkal inkább arra van szükség, hogy a tükörről a szennyeződéseket letöröljük, meglássuk, hogy eredetileg ezek nem léteznek, ha létrehozzuk őket, vannak, ha eltöröljük őket, nincsenek. Ehhez különleges ismeretekre nincs szükség. Nincs titok. Nincs semmi, amit meg kellene tudni. Sokkal inkább azt kell elérni belül, ami a szemeddel lát, a füleddel hall, a szíveddel érez, az elméddel gondolkodik, a testeddel tapint, és egyszer kimondja azt, hogy én. Ha ki tudtad mondani azt, hogy én, akkor az önképtől meg is tudsz szabadulni. Hogyha látod, hogy a tükröt fedett, akkor le is tudod pucolni. Ha látod a karmádat, akkor el is tudod érni a megvilágosodást. Mi az a bizalom, ami nem önhitség? Mi az a hűség, ami nem önigazolás? Mi az az énség, ami nem önző? Milyen az a személy, amelyiknek nincs egókérge, Tapasztaljuk ezt meg a pillanat tisztaságában, akár ülve, akár járva, akár fekve, alvásban, ébrenlétben, csendben, beszédben, mert ez a valami, aminek eredetileg nincs neve és nincs formája, ez az egyetlen, ami nem jön és nem megy, nem változik, nem múlik, de ott lüktet mindegyikünk szívében. Ott van mindegyikünk szemében. A bevezetőt egyetlen egy kínai mondással szeretném befejezni. Hogyan találhatnád meg azt a bikát, aminek már a hátán ősz? Előbb-utóbb meg kell állni, és szembe kell vele fordulni. És ha ezt megmered tenni, akkor találkozol előbb hamis önképeiddel, és előbb-utóbb igazi önvalóddal. Szívből kívánom ezt mindenkinek. Kinek van kérdése? Azt szeretném kérdezni, hogy amíg az ember él, addig lehet-e az, hogy nem gyárt karmát? Magának? Nem. nem. Jó, köszönöm a választ. Ez eddig fél siker. Hadd kérdezzek még egyet. Lehet-e, hogy amíg az ember él, addig nem tisztít meg karmát. Amíg az ember, él, hát szerintem előfordul. Olyan nincs, hogyha viselsz egy gatyát, azt előbb-utóbb ne tudnád kimosni. Tehát, ha teremtünk karmát, akkor azt tisztítjuk is, sőt, meg is tudjuk semmisíteni. A gyémán szutra, amiből Huyneng hallott egy sort, az az egyik legfontosabb tanítása a keletnek, és hogyha egy picit tanulmányozod Ázsia kultúráját, akkor észreveszed, hogy a kimondhatónak is legfeljebb a felét mondják ki, mert a másik felét neked kell megtalálnod. Az első fele az az, amit kérdeztél, létezik az, hogy ne teremtenénk karmát? Nem létezik. A másik fele létezik az, hogy ne törölhetnénk el karmát? Nem létezik. Miért? Mert a karma önmagától nincs. Mi hozzuk létre, tehát mi töröljük el. A nyugat abstrahálta a teremtőképességünket többféle istenképpen. Ez önmagában nem lenne baj, de ha nincs istenélményed, ha nincs egyévállásod, ha nincs éntelenedésed, akkor te ezzel a teremtőképességgel nem tudsz újra egyéválni. Mert pedig a gyána, csanna, szon, zen, az az egy tapasztalata, ezáltal nyered vissza a teremtő képességedet a karmát fölött. Azért, hogy helyesen teremtsd, helyesen tartsd meg, és amikor már nincs szükség rá, töröld el. Mind a három aspektus annyira fontos, hogy az indiai panteontban három istenséget rendeltek hozzá, Brahma a teremtő, Vishnu a megtartó, és siva a pusztító vagy tisztító. Mitől függ a siva élményed? Hogy pusztulsz vagy tisztulsz? Hogy a felmosó rongy melyik oldalán vagy? A felsőn vagy az alsón? Attól függ, hogy a karmádhoz ragaszkodsz-e vagy sem. Ha ragaszkodsz a karmádhoz és azonosulsz vele, akkor pusztulás élményed van. Ha nem ragaszkodsz a karmádhoz, mert nem azonosulsz az énségeddel, akkor tisztulás élményed van. Ezt a tisztulást a legmélyebb formájában nyugaton katarzisnak hívják. Miért félünk a haláltól? Alapvetően. a félelmünk a halál. Miért van ez az emberek? Mert nem ismerjük. Azonosítjuk a fájdalmat, a szenvedést, a veszteséget, és a halált. Ha ezt a négyet meg tudnánk különböztetni, akkor. Félnénk a szenvedést, mert nem tudjuk, hogy mikor jön. A veszteséget elviselnénk, mert nem tudjuk egyébként túlélni. A fájdalommal szembefordulnánk, és a tanítónkál válna. De a halált, azt, amikor a lélek leválik a testről, azt nem ismerjük. Nagyon kevesen élték át. Akik átélték, azok már nem félnek tőle akik még nem élték át, és összemossák a másik hárommal, azok még igen. És tudod mit? Jól van ez így. Féljenek is tőle azok, akik még nem tudják, hogy mi az. Ez a félelem távol tartja őket olyan buta cselekedetektől, amelyek visszafordíthatatlan következményekkel járnának. Akik már elérték azt az állapotot, amelyben nincs sem élet, sem halál, azokból Kiveszett a halállal kapcsolatos bármilyen érzelem, a félelem is. Köszönöm. Szívesen. Kérdésem a következő, miért gyártanak maguknak betegségeket azok az emberek, akik tudják, hogy a betegségek lelki eredetűek? Mert nem uralják a lelki folyamataikat. Ha uralnák ezeket, akkor nem lennének betegek és nem betegítenének meg másokat. A függésben, a szenvedélybetegségben, a szomatizált betegségekben nem csak az egyén szenved, a párja is, a családja is, a társadalma is. Te fizetted mások emberek táppénzét, az adóddal. Ez a csoportfelelősség. A családban mindenki érzi egy beteg ember hiányát, fájdalmát, az, hogy lerobbant a nagyi. Úristen, mi történt? Azt történt, hogy nem figyeltünk nagyira, és az idegessége ráment, és agyvérzésben szépen sajnos az energiája rossz helyre ment. A szomatizált betegségeknél három nagy fázis van. Az első, amikor kapsz egy mentális figyelmeztetést, ez annyira finom, hogy az emberek többsége ezt nem veszi észre. Ha ezt teszed, beteg leszel. Ez egy intuitív. Finom gondolkodás formájában előjövő dolog, de nem az elme terméke. A második lépés az érzelmi figyelmeztetés. Rosszul érzed magad. Szervek elkezdenek másképp érződni, kicsit fájni, közérzetem nem jó szokta a magyar mondani. És a harmadik az, amikor már akkora a szélsőség, hogy megbomlik a szervezet működése, és a leggyengébb láncszem az immunrendszerben az, ahol a karmikus probléma van. Tehát, hogy milyen karmával küzdesz, milyen energiát tapasztalsz, és ez a szervekben mit hoz létre, erről könyvek százait írták, lehet, hogy már ezreit. Ez csak a leírás. De a teremtés az nincs benne. Hogy a tudatoddal ezt hogyan teremted, az csak saját magad tapasztalhatod az úton. Ez az az út, amiről az előbb beszéltem. A letisztulás és rálátás útja ha egy tükrön rajta van bármiféle szennyeződés, azon a ponton nem látsz. Ahol azonosulsz a karmáddal, az a vakfoltod. Amit abszolútnak gondolsz, ott vagy sebezhető. Ahol a nézeteid változtathatatlanok, hajlíthatatlanok, ott a valóság próbára tesz, és veszíteni fogsz. És innentől kezdve tudni való, hogy a fixa ideák, a hamis azonosulások, ezek nyomán a harag és a csabzsiság olyasféle változásokat hoz létre az emberi testben, amelyek figyelmeztetik a lelket, hogy rossz úton jársz. Kitermeltél magadnak egy óriási karmát, akkor át, hogy az elme nem is tudta már megtartani, ezért rátolta, ráterhelte a testre. Azért teszi ezt, hogy működőképes maradjon. Paradox módon, a túlterhelt elme, csak úgy tud szabadulni alapesetben, hogy a testre ráteszi a karmát és megbetegíti a hordozóját. A lélek hordozója a test. A fordított út az az, hogy elkezdett tudatosítani a szennyeződést a tükrön, ezáltal a tükörről a szennyeződés leválik. Ezt mondják a mahaján a buddhizmusban a látás általi megszabadulásnak. Ha látod a karmát, akkor nem azonosulsz vele. Akkor megszabadulsz tőle. Akkor nem azonosulsz. Tehát kétféle nem látás van. Az egyik az, amikor letakarod a szemedet. Ezt említettem úgy, mint a szennyezett tükör. A másik, amikor elküldöm a látóhatáron túlra, és azért nem látom. Mind a kettő szándékos, és mind a kettő visszaüt. Hogyan lehet ezt a látást helyesen gyakorolni? Világos, hogy ehhez tapasztalat kell. De két ismérve van, elfolytás és kiélés nélkül. Ha kiéled a karmádat, akkor az a világon keresztül téged birtokba vesz. Ha elfojtod a karmádat, akkor az a tudattalanodon keresztül birtokba vesz. Amíg a poláris tapasztalás megvan, amíg a jó és a rossz abszolút élménye megvan, addig a karmád ural. Ha mindez relatív, ha mindez keletkezett, akkor belátod a karma teremtettségét, és a teremtettség legelső mozdulatában meglátod a saját kezedet, a saját gondolatodat, a saját szavadat, a saját érzésedet. Ezért hozza vissza a zen ebbe a pillanatba az ember jelenlétét, figyelmét, mert a karmánkat csak ebben a pillanatban tapasztalhatjuk. Szintén a gyémánt szútra mondta, a múltra, a jelenre és jövőre szakadt tudat nem érheti el a felébredést. Ezt továbbvive, a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. Ha a két mondat között látod a kapcsolatot, elindultál a megszabadulás útján. Kb. egy éve voltam nálatok, ilyen kétnapos elvonulásra, és a meditációk után, amikor kimentünk a szabadba, én egy kicsit úgy rosszul lettem, tehát ilyen nem kaptam levegőt, ilyen kis pszichés rohamon volt. Utána visszamentem nagy nehezen a terembe, megint meditálni. Nagyon jó ment minden, és és én utána másnap egész éjjel nem aludtam, és nagyon féltem, és megmondom őszintén, hogy én reggel megfogtam magam, és hazamentem. És azóta valamiért nem tudom, hogy miért nem tudok meditálni, úgy elzárom magam valamitől, hogy ez úgy mitől lehet. Hát ez tőled lehet. És azért, mert összecserélted a bika lábnyomát a bikával. Ami történik, az teljesen normális egy intenzív, de kezdőknek kiírt gyakorlaton. Amit leírtál, az igaz és helyes. Miért? Mert senki nem tett New Age sót a levesbe. Senki nem édesítette meg a kávédat valamilyen cukorral, hogy te valamilyen szuggesztió nyomán elkezd jól érezni magadat. Ehelyett pontosan az történt, ami a meditációnak a sajátja, hogy az elmének a fogalomalkotó, Megkülönböztető és emlékező funkcióját felfüggeszted, és a tudatalattidból elkezdenek följönni azok a dolgok, amelyeket neked látnot kell, ahhoz, hogy a helyükre kerüljenek. Az előbb említettem a látás általi megszabadulást, és ez mindig így indul, ha az ember tényleg gyakorol, és nem csak tévét néz. Tehát veled pont az történt, aminek ilyenkor tághatárok között történnie kell. Nem mindenkinek vannak ilyen tapasztalatai, vannak, akiknek erősebbek, vannak, akiknek gyengébbek. Ez azt mutatta, hogy te helyesen kezdted a gyakorlatot, mert rögtön szembe kerültél a bikának a farával. De összecserélted a lábnyomait, sőt a bikának a kakiját, a bikával magával. És ezért jöttél haza, mert az orrodba csapott a bűz, megijedtél a lábnyomoktól, hogy úristen mekkorák, és összecserélted a tüneteket a lényeggel. Nem vesztettél semmit, mert volt bátorságod megkérdezni. És ez rendben van. Vannak, akik évekig szaladnak a gyakorlat elől, tehát önmaguk elől. Nem a gyakorlat stílusában és módszerében van a lényeg, de a zen egy rendkívül közvetlen út. Miért? Mert nem támaszkodik a fogalmi gondolkodásokra, vagy az írásokra. Közvetlenül az ember tudatára irányul, a felébredést nem azonosítja mással, mint önvalónk megtapasztalásával, és negyedik egy tudattól tudatig való közvetlen átadás, amit köznéven lélekkapcsolatnak mondunk. A lélekkapcsolat egyik nagyon magas szintje a tudattól tudatig való átadás, van más típusú is. Benned az elhárító mechanizmusok alább hagytak. Viszont ahogy a problémák felszínre jöttek, te nyomtad volna őket vissza nem alszom, félek, egyebek, izzadok, nem látok tisztán, stresszelem magam. Ez mind azért van, mert jönne fölfelé az a tudatküszöb alól, ami találkozni akar veled, hogy te végre azt lásd, szembenézz vele, és engedd visszatérni most már a valós helyére, ez a lélek öntisztulása a tudatosodás által, és ettől megijedtél. Az a jó, hogy ezt említettem, hogy ezt most megkérdezted, és látod, hogy nincs semmi baj. Itt ülsz velem szemben, egyenesen rám nézel, elnézően mosolyogsz, és hogyha akarod, még egyszer megpróbálhatod, biztos lehetsz benne, hogy a következő alkalom már nem ilyen lesz. A súlyosabb lesz. Köszönöm. És erre készülj föl, hogy minden segítséget megkapsz ahhoz, hogy a szembejövő karmádat ne egyedül kapteli be, a sajátod az csak szembe veled jön. De az, hogy csatárláncban állsz másokkal, tehát együtt ülsz másokkal a darmateremben, és 35-öd magaddal bírod ezt ki, és elindulsz a tisztulás, megerősödés, jelenlét, figyelem útján, ez felcserélhetetlen. Ahogy ezt Pajcsang Zemmester mondta, az élet és halál nagy munkájában, az idő nem vár rád. Ha holnap meghalsz, milyen testet kapsz? Nem, de mindenek fölött. Ez a legfontosabb. Sies, siess! A felhők felfelé szállnak, a folyók lefolynak a tengerbe. Köszönöm. Szívesen. Én azt szeretném kérdezni, hogy mi történik az öngyilkosok lelkével a test halála után? Nem tudom. Azt látom, hogy az öngyilkossági hajlammal küzdők, azok egy óriási hátrányból indulnak, és minden segítséget meg kell adni nekik, hogy a helyes világlátást, önképet és tetterőt visszakapják. Teljesen mindegy, hogy a halál után hova kerül, mert újra meg fog születni. És amikor megszületik, egy olyan bűntudattal születik meg, amit a tudatának a legmélyére nyomott el, és mégis ez az, ami megfertőz mindent. Ez determinál mindent. És amíg ezzel nem néz szembe, addig ezt a hajlamot nem számolta föl. A szembenézésnek több módja van. Az egyik foka az, amikor látja, hogy a lélek problémájáért ne a testet büntesse, Hogyha az élettel baja van, akkor nem a test és lélek közti kapcsolatot kell elvágnia. Ehhez viszont meg kell erősödnie és megfelelő tanítást kell kapnia onnan, abból a helyzetből, ahol ő van. Nincs tehát általános érvényű tan. Mindig emberek vannak. Nincs abszolút értékű mondat. Mindig szükséges tudást adunk. És aki ilyennel küzd, ott az esetleges megfélemlítés a lehető legrosszabb tanítás. Miért? Mert azt már tudja. Legfeljebb meghalok, azt már ismerem. Azt akarom. Vannak, akik a haláltól félnek, vannak, akik az élettől. Az élettől való félelmet néha nehezebb oldani. És hogyha nem fél az élettől, akkor valószínűleg élni is akarja majd, mert megtalálja az útját, megtalálja, hogy miért született meg megtalálja azt, hogy mi a dolga, és hogyha ezt meg tudod neki adni, vagy legalább az irányt e felé, akkor ő maga értelmet tud adni annak az életnek, amelynek az értelmetlensége az egyik nyomósok ok az öngyilkossági hajlamúaknál. Az elveszettség, a teremtettségben való alulmaradás, a reménytelenség, a cselekvőképtelenség, ez mind azért van, mert igazi önvalónkat nem ismerjük. Nem tapasztaltuk azt, ami életen és halálon túl van. Nem tapasztaltuk a világ teremtettségét az önvaló nézőpontjából. És ha ez megvan, akkor mind a félelemhez, mind a halálhoz, mind az öngyilkossághoz való ragaszkodás vagy hajlam megszűnik. Az én nagynéném úlyos. Alkohol függő, sajnos, és érzelmileg is zsarolja az egész családot, és nem tudom, hogy tudok-e rajta valahogy segíteni, vagy egyáltalán hogy kell -e segítenem. Kell segítened rajta, hogyha te ezt így érzed. Más családtagoknak ebben részt kell vállalni, hiszen ő nem él egyedül, és a családnak el kell döntenie közösen, hogy mire képesek és meg kell határozni, hogy a családi karma hol ér véget, és hol kell a szakszolgálatok segítségét hívni. Ez nem szégyen, ez nem bűn. Ez a szenvedélybeteg állapot olyan, mint a ragály, terjed a családban, és hogyha ezt nem kezelitek megfelelően, akkor a család minden tagja másodlagos függővé válik. Ezért olyan együttérző beszélgetésekre, van szükség, amelyek felszámolják a nagynéni elszigeteltségét, a, a buját, bánatát, minden, ami a szenvedélybetegségének a magva. De van úgy, hogy ez nem ér célt, hiszen a családban tapasztaljuk meg az intimitás mellett a legnagyobb örömöt és fájdalmat. Az örömtest és a fájdalomtest ugyanaz csak fájdalom esetén visszafele simogatják. Erősen. Tehát pontosan az a felület, ahol az öröm keletkezik, az ugyanaz, ahol a fájdalom is. Ezt neki be kell látni. A szenvedély betegek kétségbe esetten próbálják ezt a kettőt elkülöníteni, hogy ez a kettő két külön világ legyen. És hogy csak öröm legyen, csak boldogság legyen, de fájdalom és szenvedés sohasem. Hogyha nem nézünk ezzel szembe, hogy mind a kettő a miénk, a mi osztályrészünk, mert emberi testbe születtünk erre a földre, akkor a mennyországnak, a nirvánának, a megszűnésnek a vágya mindig szenvedélybetegséget fog eredményezni. Ha materiális formában, mint alkohol vagy kábítószerfüggés, akkor úgy, ha immateriális formában, akkor úgy. Meg kell érteni a szenvedély működését, hogy ne legyen belőle szenvedély betegség. És itt a kulcs szó a teremtés. Ha a szenvedélyemet teremtésre használom, azzal gazdagíthatom a világot, más embereket, önmagamat. Ha a szenvedélyt nem teremtésre használom, abból pusztítás vagy pusztulás lesz, belül, kívül, bárhol. Az ember elfeledkezik öntermészetéről. Elfeledkezünk arról, hogy bennünk van egy Prométeus, egy Dionysos, nem pedig csak ez a normális, hétköznapi, racionálisnak tűnő valaki, akinek úgy viselkednie kell. Jó, ha személyiségünk 5%-át ismerik tudatosan, a többi ott üvölt a küszöb alatt. Ezért mondtam, sem a kiélés, sem az elfolytás nem megoldás, a rálátás a megoldás. És ezáltal a helyzet, a kapcsolat és a működés felismerése. Ekkor tudom a karmámat megfelelő módon kinyilvánítani és másokét elfogadni. És a szenvedélybetegség esetén a családnak ezt a karmát jól kell látni. Egyrészt, hogy milyen hatással van rájuk, és a családtagjai milyen hatással vannak a nagynénire, mennyiben tudják csökkenteni azokat a faktorokat, amelyek miatt kialakulhatott a szenvedélybetegség. És egy idő után a 12 lépéses terápiát el kell kezdeni, mert enélkül nem fog kijönni belőle soha. Észre kell venni, amikor már végtelen ciklust folytatunk. Rövid idejű kigyógyulások, utána visszaesés. Kicsi boldogság, utána hosszantartó szomorúság, depresszió, önpusztítás mert a belátás bűntudat, megint kicsit kijöttünk. Utána jól érezzük magunkat, és jutalmazzuk magunkat a lemondás tárgyával, és a szenvedélyből ismét betegség lesz. Nincs olyan ember, aki ne lenne valahol szenvedélyes, mert ettől is emberek vagyunk. Ez egy elképesztő energia, erről nem tudunk lemondani. De kifinomítani ki kell, uralni nagyon kell, helyesen kinyilvánítani, ezt érdemes. Ezt az utat kívánom neki is, és a családotoknak is. Köszönöm szépen. Szívesen. 36 éve egészségügyben dolgozom. És... Constant. És, és ö, egy olyan kérdésem lenne, hogy azt érzem, hogy ö, egyre nehezebb, ugyanis nem csak a betegek testét kell gyógyítani, hanem a lelkét is. Miközben a testüket gyógyítom, megnyílik a lelkük, és minden probléma nem csak rám, hanem a kolléganőnkre Rakódik, és 12 órán keresztül azt érzem, hogy nagyon nehéz segíteni és mosolyogni, és minden erőt kivesznek belőlem, és már a saját szeretteimnek nem jut semmi. Hogy tudom én ezt, nagyon szeretem a szakmámat, hogy tudom én ezt úgy tenni, hogy belőlem is maradjon, de ne fordítsak nekik hátat, és megadjam azt a segítséget, amit szeretnének? elsősorban mélységes együttérzésem, nem csak neked, hanem minden kollégádért, a tanárokért, a szociális szférában dolgozókért, és mindenki, aki szolgálatot teljesít ebben az országban akármilyen módon. Itt nem lehet már a külső körülményeket okolni, mert mindenki benne van egy nagyon kemény szorító helyzetben. És ha ezt jó felismered, akkor csak a saját energiád megváltoztatásával tudsz bármiféle növekményt, tartalékot felhalmozni. Tudni kell hallgatni, tudni kell visszavonulni, tudni kell visszatérni ahhoz a tudathoz, amely nem keletkezik és nem szűnik meg. Ez nem vallásos panacea, nem abstrakció, és nem valami üres ige. Ez arról szól, hogy visszatérünk az energia forrásához. Ezért kell reggel és este gyakorolni a meditációt ahhoz, hogy a tudat letisztuljon és visszaerősödjön. Mondok erre egy példát. Képzelj el egy régi, jóvágású rezsót, egy főzőlapot, hogyha azt te fölhevíted, akkor rácseppentesz egy csepp vizet, és azon nyomban kicsit gurul, és elpárolog. Hogyha még forróbb, akkor már útközben elpárolog. Le se cseppen rá. Ha kihűl, csepeg, szépen lassan lefolyik. Ha fagypont alá viszed, akkor jégrétek keletkezik, az újabb csepp, még egy jégrétek, még egy jégrétek, egyre vastagabb jégréteg, valaki megüti egy kalapáccsal, törik a jég, és törik a vas, a hideg, merev vas alatta. Oké? Okay. Tehát ha a tudat mindig tiszta és erős, akkor a terhelésből nem lesz krónikus stressz. De ha nem, hogyha kényszerűen azonosulok a külvilág jeleivel, akkor annyira le tud szennyeződni az ember, és le tud gyengülni, hogy egy hirtelen sok darabokra törje a tükrét, az állóképességét elveszíti, a jelenlétét, a figyelmét. És akkor sokkal nehezebb összeszedni a darabokat. Sokkal nehezebb egy törött tükröt újraönteni, újrafoncsorozni, újracsiszolni. Tehát a jelenlévő tükröt kell megerősíteni, és nem az érzékenység rovására. Jelenlét, figyelem, szeretet. Ezt a hármat tessék egy-egyenesbe tenni. És a jelenlétet erősíteni, hogy ne mozdítson ki senki és semmi ebből a pillanatból, ne legyenek szélsőséges reakcióid belül. A szélsőséges duális reakciók, jó és rossz, tetszik, nem tetszik, ez mind a saját energiádat fogyasztja, és senkinek nem segít. Ehelyett milyen helyzetben vagyok, mi a kapcsolatom, és mi a teendőm ebben a helyzetben? Ez a kérdés. Ebben nincs dualizmus. Nincs abszolút jó és rossz. Ehelyett ítéletmentes, helyes megkülönböztetés van. Ezt az irányt akarom, a másikat nem. És innentől kezdve egy sokkal energiatakarékosabb életvitel keletkezhet, ahol nincs elveszett reakció. A reaktív tudat az, ami az energiánkat nullára szokta írni, a kétségbeeséstől kezdve a dühöngésig, a meddő vágyakozásig, a félelemig. Ez mind-mind a saját duális reakciónk. Hogyan segíthet ennek a belátásához a zen? Nem csak a tiszta, tükörszerű tudatról van szó. Ez a lényeg. A második pont az az igazság, hogy az ég kék és a fű zöld. A világot, az embert a maga ilyenségében látom. Nem jónak vagy rossznak, hanem pontosan olyan tulajdonságokkal, amilyen elő létezik és azokra reagálok, amelyekre éppen szükséges. Figyelted, hogy minél gyengébb egy tudat, annál többet beszél? Minél szélsőségesebb egy tudat, annál gyorsabban jut el a dühöngés vagy vágyakozás tengerébe? Minél türelmesebb egy tudat, annál világosabbak a reakciói? Nézd meg, Úgyhogy kívülről nincs megoldás. A helyzet nem lesz jobb. Nekünk kell változnunk. Ennek az egyik útja az, hogy a tudatot tisztábbá és erősebbé varázsolod, és ebben semmiféle mágia nincs, csak mindennapi, helyesen elvégzett gyakorlat. Köszönöm szépen. Szívesen. Én a jó szeretnék kérdezni. Én voltam nálad a templomba, utána meg egy terápián, én szenvedélybeteg vagyok, most éppen felépülő függőként is definiálhatom most mert magamat, és én a lányaimnak sajnos a betegségem által nagyon sokat ártottam, és három éve úgy döntöttek, hogy, hogy nem szeretnék felvenni velem a kapcsolatot, és én ezt így tiszteletben tartom. És az a kérdésem, hogy hogy tudok-e úgy ebbe az életbe jóvátételt nyújtani nekik akkor, hogyha erre fizikailag mondjuk nem lesz lehetőségem, mert hogy, mert hogy túl nagy volt ez az ártás számukra, és ők nem fognak velem esetleg találkozni, hogy akkor hogy, hogyan tudom ezt azzal, hogy mondjuk elengedem. Hmm. Először lásd be, hogy a múltat nem lehet jóvá tenni. A jelenben, ebben a pillanatban lehet helyesen viselkedni. Mindig a múlt narratívájára alapozzuk a jelent. Ez a legnagyobb hibánk. Amennyire szükség van a múlt helyes látására, ha ahhoz ragaszkodunk, soha nem leszünk szabadok. Soha nem tudunk másokat sem megszabadítani, és mindig a múlt árnya fog a cselekedeteinkre vetülni ne akard a múltat jóvá tenni, mert lehetetlen. Most találd meg a módját egyszerűen tisztán, hogy a lányodnak segíts, ha erre ő igény tart. Bűntudat nélkül, önfelmentés nélkül. És hogyha ő ezt egyszer elfogadja, akkor megtörtént mindaz, amire te már nem gondolsz, mert nem mész vissza a múltba, és nem rángatod elő a csontvázakat a szekrényből, a múlt árnyait az éjszakából, a szenvedélybetegség sötétjéből. Ha oda visszamennél, visszaesnél. Ne menj vissza, ne esj vissza. És ekkor, ebben a pillanatban a tiszta felismeréssel, az önzetlen együttérzéssel, remény és félelem nélkül, bármiféle elvárás nélkül tudsz segíteni neki, ha ő ezt elfogadja. Ha nem, akkor türelem, és segíts másoknak akik ezt elfogadják, sőt igénylik, szerez benne gyakorlatot. A mahaján egyik legfontosabb mondata így szól, ébredj föl és segíts minden lénynek. Aki ezt megpróbálta, gyakorolta, életformájává tette, azt tisztán látja, hogy a kettő nincs meg egymás nélkül. Felébredettség nélkül nem tudsz érdemben segíteni másoknak, és mások segítsége nélkül a felébredés művét nem tudod befejezni. Egyéni megszabadulás nem létezik anélkül, hogy másoknak ne segíts, és mások segítsége csak akkor hatékony, és nem a pokolba vezető jó szándékkal kikövezett út, ha te a felébredés útját járod. Erre törekedj. Köszönöm. Szívesen. Egy évvel ezelőtt egy hipnózis és beszélgetés után kiderült, hogy vannak olyan lelkek, akiket születésük előtt nem akartak abba a családba. Úgy néz ki, hogy sajnos én is ilyen voltam, egy ilyen lélek, hogy egy olyan családba kerültem bele, ahol az egyik szülő nem szeretett volna engem. És valószínű, hogy ezért van az, hogy minden munkahelyen, családban, bármilyen szerepben megfelelési kényszerrel élek és működöm. Lehet ebből kikerülni? Van Igen. ebből kiút? Van. Le kell válni a szülők karmájáról. Ha nem válsz le a szülők karmájáról, akkor ő mindig tőlük fogsz függeni. Tehát az biztos, hogy édesapád mindig az édesapád lesz, édesanyád mindig az édesanyád lesz, de hogy az ő véleményük, hozzáállásuk, a feléd mutatott viselkedésük téged meghatározzon, annak már rég elmúlt az ideje. Tehát válj ettől függetlenné úgy, hogy a saját utadat, a saját életcélodat, saját magadban letisztázod, ennek több módja van például belül megköszönheted apádnak és anyádnak azt az életet, amit adtak neked, teljesen mindegy, hogy akarva vagy akaratlanul, de megkaptad. Miután ezt megköszönted, mindazt a karmát, amit ezen kívül mentálisan rádródtak, és teher visszaadod. Akár egy képzeletbeli kis táska formájában oda teszed le eléjük, és amit hasznos nevelésként megadtak neked, azt a szívedbe zárod, és viszed tovább. Ezzel meg tud szabadulni attól, amit valahol minden szülő tökéletlenségként rárak a gyermekre, szerencsére csak ritkán azzal, hogy nem akarja őt. De egyéb hibákat minden szülő követel, és ezt a gyereknek, ha felnő, mindenképpen a lelkéből ki kell rakni, különben transzgenerációs karmaként továbbadja a saját gyerekeinek. Nincs rosszabb annál a szenvedésnél, amit látva hetedíziglen továbbadunk. Nem enyhítő körülmény, ha nem látjuk. De ha már látod, ne add tovább. Úgyhogy add vissza nekik azt, amit nem szeretnél továbbvinni, zárd a szívedbe azt, amit szeretnél továbbvinni, és tudd azt, hogy ez a karma sem önmagától létezik, hanem tudatok hozzák létre. Ha te ebben nem veszel részt, ez a karma eltávozik tőled. A szülő elkövethet egy olyan hibát, hogy a meg nem született nővéremnek a nevét kaptam meg, én nagyon sokáig azt éreztem, hogy az én bőrömben nem én vagyok. A gondolataim nem az én gondolataim, a tetteim nem az én cselekedeteim. Kutattam, hogy miért lehet ez, és voltam családállításon, és ott derült ki, hogy a halott nővéremnek a lelke volt az én testemben. Hát sikerült elköszönni, megköszönni, hogy része semmi Váld, de ez lehet a szülőnek a hibája, hogy... Igen, de csak félig. A másik fele a tiéd. A konstelláció, magyarul családállítás legjobb esetben is csak 50 százalék. A másik 50 százalék, hogy azt, amit te a térben láttál, azt hogyan internalizálod, magyarul teszed a benső valóságod részévé, helyezed el a belső értékrendben, és ezáltal szellemileg autonómá válsz. És ez a következő kérdéssel lehetséges. Ki vagyok én? Ez már nem a mi ez. A mi ez a lényeg. A ki vagyok én az az avatár, az a megjelenés, az a személy. Oké? Okay? Tehát ilyenkor a ki vagyok énnel letisztázod, hogy te vagy az az avatár, ami a saját neveden a személyidben szereplő neveden fut, és a másik pedig a nővér, aki nem született meg. Az identitásokat szét kell választani. Önvalónk szintjén vagyunk azonosak, illetve az az a szint, ahol az azonosság és a különbség nem jelentkezik, mert ez egy nem duális, nem verbális állapot. Mi helyt jelenségek vannak, azon nyomban beállnak a különbségek. Jelenségek, mint tárgyak között, és emberek között. Nincs két egyforma pohár. Nézd meg! Úgy tűnik, hogy ezek ugyanabból a gyárból jöttek, ugyanazt a címkét viselik, ugyanaz a méretük, az anyaguk. Tekintsünk el most a víztartalomtól. De sohasem lesznek ugyanolyanok. Miért? Mert az egyik a téridőben ezt a helyet foglalja el, a másik pedig emeszt. Hogyha ezek ugyanolyanok lennének, akkor ugyanazt a helyet foglalnák el térben és időben. Ezért abszolút ugyanolyan nincs, mert akkor megszűnik a kettősség. Abszolút különböző sincs, mert egy helyről jött és egy helyre megy. Tehát az alfa és az omega az mindig a nem keletkezett és a nem szűnő. Ha így nézed a szemét, akkor nagyon könnyű a megkülönböztetés. Én vagyok ez a személy, a nővérem pedig az a személy. És ha ki vagyok énnel szépen, le tudod tisztázni a saját személyiségednek a határait. Ekkor vagy egészséges. Még mindig foglalkoztat engem a múltnak a kérdése, hogy mi van, ha úgy érezzük, hogy elvaratlan szálak vannak, mi van, ha úgy érezzük, hogy még van felelősségünk valamit, helyre tenni, vagy visszamenőlegesen megismerni legalább a múltból, hogy holnap már nem számít az, hogy mi volt ma, vagy mi volt tegnap előtt. Hogy tudjuk szétválasztani azt, hogy, hogy felelősen viselkedjünk, de ez a felelősség ne nyomjon, agyon minket. Most hány kérdést tettél uh. fel? ez a múltnak az elengedése. Igen, kicsit összefügg a kettő, mert néha úgy érzi az ember, hogy van valami felelőssége a múltra nézve, hogyha elengedi, akkor tulajdonképpen elengedte a felelősséget is. Mi a múlt? Mondd el. Hát ami nem most van, hanem... Az a jövő is lehet. Amiről azt hiszed, hogy elmúlt. Igen. Ami ebben a jelenben itt van, az nem a múlt. Az elvaratlan szálak itt és most vannak. Ha látod az ok és okozat törvényét, az valójában egy ciklus. A nyugat van beleveszve ebbe a linearitásba, mert valamikor a régmúltban, hat nap alatt, nagyon erősen teremtve lett ez az egész, és valamikor a jövőben ez állítólag úgy megszűnik, balra és jobbra elmennek a lelkek. És akkor vége. Na most ez akármilyen narratíva a te fejedben, ez egy lineáris világkép. A teremtéstől a végítéletig. A kelet ciklikusan gondolkodik. Megnézed a hindu vallást, egy kalpa az 26 ezer év, ahogy a mi kis búgócsigáként pördülő földünk 26 ezer évenként a precesziós mozgás következtében ugyanúgy látja a föld tengeit a sarcsillagra nézve. Aztán vannak maha kalpák. Nagyon hosszú idő ezek a ciklusok, ezek teljesen másképp működnek, mint a múlt, jelen és jövő lineáris szétosztottsága. Valójában a zen egyik időszemlélettől sem függ. A lineáristól sem, és a ciklikustól sem. Miért? Csak ez van. Tehát ahogy hallhattad a mai nap, a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. Amit te múltnak gondolsz, az már itt is van, az nem múlt el, mert ott van a fejedben. Amit jövőnek gondolsz, az ebben a pillanatban születik. Oké? Okay? Tehát ezt a pillanatot lásd a ciklikusságával, a linearitásával együtt. És ez azt jelenti, hogy a darmát, a karma törvényét helyesen látod. Az ok és okozat törvényét helyesen látod. Mondok egy példát. Honnan tudod, hogy megoldottál egy problémát? Igen, hát, igen. tehát, hogy például nem nyugtalanít többet. Pontosan, hogy nem jelenik meg többet. Igen. Ha megjelenik. Akkor nem oldottam meg. Az nem a múltból jelent meg. Az itt és most a megoldatlanságodból megjelent. Az nem lett a múlt, itt van. Uh -huh. Tehát alapvetően illuzórikus a múlt, a jelen és a jövő szétválasztottsága a magyar társadalom több ezer éves csoportkarmáját ebben a pillanatban éli. Nem a múltban van. Nem bűnhődtük meg a múltat és a jövendőt, hanem elfelejtettük a jelenünket. Erre kéne emlékeznünk anélkül, hogy szétszakadnánk múltra, jelenre és jövőre, és ezt a pillanatot, a jelen helyzetet letisztázni egy olyan látásmóddal, amely nem függ Semmi mástól, csak az ok- és okozat törvényének helyes látásától. Hogy mit csinálunk egymással, mit csinálunk magunkkal, mit csinálunk ezzel a Földdel, a természettel, itt és most. Ebben nem segít semmilyen múlt vagy jövőkép. Ebben az segít, hogy most kell tisztán látnunk, tiszta helyzetet teremtenünk, helyesen viszonyulnunk és együttműködnünk. E mentén kialakul a múlt, a jelen és a jövő képe. De ez egy eredmény, ez nem a forrás. A ciklusokat, ha jól csinálod, akkor a tudatosság skáláján fölfelé emeled, mint egy lassan forgó spirál. Ha nem, lefelé zuhan az egész. Ez így érthető, ugye? Következő kérdés. Hogyan jön létre az alárendelődés? Mi az, ami föléd rendelődik? Ezt hívjuk az abstrakció poklának. Feltettél egy kérdést, de megkopogtattam, és kong. Nincs háttér. Vagy ha van, nem akarod fölfedni. Nem a titkaidat akarom tudni. A tisztánlátásban segítek, de ha nem tudod, hogy mi az, ami föléd rendelődne, akkor nem látod azt, hogy az alárendelődés hogyan jön létre. A kérdésedből úgy tűnik, mintha ezzel neked valamilyen problémád lenne. Elárulom, hogy alá és fölérendelődés nélkül nem létezünk, semmint emberi társadalom, semmint természetben élő lény. De ha ez természetellenes, embertipró, pusztító, akkor az alá és fölérendelődés nem működik. De ha megnézed, minden hierarchikus. És ezt a hierarchiát tisztelni kell. A kérdés az, hogy milyen vezérelvek alakították ki ezt a hierarchiát. Mi módon működik? Mi az, amit kivet magából? Mi az, amit magában foglal? Mennyire működik együtt más hierarchiákkal? Mennyire önkéntesen vállalt az alá és fölé rendelődés? Mennyire fölcserélhető a kettő? Mennyire haladhatsz egyik felől a másik felé? Ezeket vizsgáld meg, és akkor olyan hierarchiákban tudsz részt venni, ahol te otthon vagy, ahol el tudod fogadni és helyesen tudod használni az alá és fölé rendelődés viszonyát. Ehhez művészi vezérfonalként javaslom Samuel Beketnek a Godóra várva című drámáját, amelyet abszurdnak mondanak egy páran, de korán sem abszurd, még több mint fél évszázaddal ezelőtt, amikor keletkezett, akkor sem volt az, csak szokatlan. Két emberpárról és egy fáról szól a dolog, Estragon és Vladimir, illetve Laki és Podzó. Estragon és Vladimir a kétségbe esett mellé rendelődés. Soha semmit nem tudnak eldönteni, egymással egy terméketlen beszédhalmazt folytatnak, az értelmetlenségig elemeznek mindent, játszanak, néha harcolnak, de semmire nem jutnak. Működésképtelen és terméketlen az egész. Utána ott van Laki és Podzó. Podzó az úr, a kegyetlen kényúr, Laki pedig a teljesen alávetett. A legborzalmasabb diktatúra és hierarchia, amit el lehet képzelni. A második világháború után vagyunk, ne feledjük el. Nem sokkal. És hogyha Laki és Pódzó viszonyát megnézed, akkor az a legszörnyűbb, amit hierarchiában el lehet képzelni. Alá és fölérendettség a legegészségtelenebb módon. Kiderül tehát, hogy nem a mellérendelés vagy alá fölérendelés az ideális, vagy éppen a büntetendő. Az egyetlen kérdés az, hogy akármilyen viszonytipusról van szó, azt mennyire tiszta tudattal, mennyire együttérzően, milyen bölcsességgel műveljük. És csak ezután következik a forrás és a cél, hogy honnan tanultuk és mire használjuk. Következő kérdés? Úgy gondolom, hogy a mai világban nagyon-nagyon nagy szükség lenne tömegeknek a felébredésére mester látsz te arra esélyt, hogy rövid időn belül ebbe a mai elaltatott világban nagy tömegek ébredjenek fel? A tiédre látok esélyt. a nem. Köszönöm. Szívesen. Saját magammal úgy érzem, hogy nem vagyok tisztában. Sem munka, egzisztencia magánélet terén, most egy körülbelül az utóbbi fél évben. A konkrét kérdés az az, hogy mifelé kell elindulni, hogy egyáltalán magamat megismerjem és helyre tudjam tenni? Kemény hely. Válasz egy kemény helyet, ahol megfelelő tevékenység folyik ahhoz, hogy te helyesen válsághelyzetbe juss. És az az önkép, az eltűnjön, ami ezt éppen eredményezte. Kihívás, kockázat, vállalás. Elszoktunk tőlük. És ezt kell újraéleszteni, és a végén elmondhatod majd, hogy ez jó mulatság, férfi munka volt. De nehéz lesz. Azt nem mondtam, hogy könnyű. Igen, jó, köszönöm szépen. Helyes. Ott hátul. A cselekedeteinket meghatározó tiszta uh, tudatállapot, illetve motivációnak a forrása, és annak a megtartása, hogy az mitől függ és honnan. Nem ez a kérdésed. A kérdésed az, hogy mi az, amit téged megerősít? Mm, igen. <gül> <gül> és ezeket a, a, tehát hogyan a determináló hatásokat erre, erre vonatkozóan? Sokat elemzel, és igen. ez az elemzés elgyengít. Szabadulj meg az elemző tudattól, az állandóan gondolkodó tudattól, és akkor megerősödsz. Ne akard a gondolkodásodat a valóság helyére behelyettesíteni. Ez a legnagyobb gyengeség. Cselekedj. Szívesen. Most már a kérdés-válaszokból arra választ kaptam, hogy generációkon át nálunk megy egyfajta dolog a családban, anyai ágon, amit köhögésnek hívunk. Ez most számomra kicsit ilyen viccesnek tűnik előadva, csak igazából megkeseríti saját és az egész családom életét is. Az édesanyám köhögött, amióta emlékszem rá, ezt Frankon átvettem én is, akkor most már ezt megtudtam az iménti válaszaitból, hogy a karmát le kell tennem az anyukámnak, ha jól értelmeztem a dolgot. Viszont az a gondom, hogy a négy éves kislányom ezt ugyanúgy elkezdte, és mivel feltételezem, hogy ő ezt még nem tudja nekem átadni ezt a karmát, vagy letenni, hogy mit tudok tenni, hogy Elsősorban nyilván nálam és aztán ezáltal gondolom a kislányomnál is ez a köhögés téma megszűnjön egy életre. Tedd fel a kérdést a köhögés felmerülésekor, hogy mi ez, honnan jön. A lelkedben ott van a válasz. Az, hogy ez milyen érzelmi karma, milyen lefolytottság, milyen kimondatlanság. Most ez teljesen mindegy. A te realizációd az, ami fontos. A belső folyamatod a fontos. A zen, mint láthattátok, nem kész válaszokat ad, hanem utat mutat, hogy te magad jöjj rá a válaszra. Tehát ez egy olyan transzgenerációs karma, amit már átadtál a lányodnak. Tehát egyel több felület van, akiről ez visszapattan. Megkérdezheted, édesem, mit érzel most? Most köhögsz a lelkedben mit érzel? El fogja mondani? Az ő tudata még nem annyira zárt az önvédelmi mechanizmusok miatt, mint 7, 12, 17, 24, 32 fölött. De a magadba tekintés az nélkülözhetetlen. Remény és félelem bűntudat és önfelmentés nélkül tisztán kérdez rá arra, hogy mi ez a köhögés és honnan jön. Említettem a mai napon a hatodik pátriárkát. Az ő mi ez kérdése az az önvalóra irányuló tárgyatlan kérdés volt. A kérdésnek a forrás volt a fontos, amely egyben a cél is. Ez a mi ez kérdés. Ami megjelenik a tükör előtt, az el is megy és el is tűnik, ez a dolga. Nem a jelenség a fontos, hanem a lényeg. A tárgyas kérdésnél viszont a jelenségek természetét, működését és összefüggését szeretnénk látni úgy, hogy a duális elme nem szól bele. Nem az elemző dualisztikus tudatossággal, a logikai konklúziók keresésével találjuk meg az igazságot, hanem a tisztánlátással, amelyet a gondolat jó esetben szolgál, de semmiképp sem határoz meg. Ezért kell a tárgyas kérdés. A kérdés mozdulatlansága tükör tisztulását eredményezi, a gondolkodást félre rakja, és csak akkor hívja, amikor szükség van rá. És a látás általi megszabadulás művelete ez. És ki kell bírni, ahogy Vimalakirti mondta, a teremtetlen türelmes elviselésével ki kell bírni azt, amit látsz. Tehát maradj meg a kérdésben, maradj meg a pillanatban, és a válaszok Eleinte változnak. Az elme még beleszól. És amikor a tényleges válasz megjelenik, akkor bármiféle akarat nélkül, vonzás és taszítás nélkül a válasz mellett marad a kérdés, és a kérdés mellett marad a válasz. Megmaradsz a kérdés gyöngét feltételénél, és a válasz nem mozdul el. Innen tudod, hogy igaz. Köszönöm szépen. Szívesen. Én a szeretetről szeretnélek kérdezni téged, mert én nem érzem a szeretetet, de valójában nem is tudom, hogy mi az. És hogy szeret, szerinted ez egy érzés, vagy egy tanulható valami? Mosolyogj rám egy kicsit? Hát ha itt tudsz mosolyogni, akkor szeretni is tudsz. Tudok, vagy igen, hát, tudok, akkor. de nem, nem, nem tudom, hogy tudok. Vagy, te ellenőrzöd a saját szeretetedet. Az borzasztó. Képzeld el, amikor a versenylovat békjóba verik, és nagy zsákokat kötnek a hátára, hogy tudni akarom, hogy mi a szeretet. Szeres, ne akar tudni. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Én nekem nem velem született hallássökkenésem van mind a két fülemre, idegi károsodás van, és mind a két fülembe különböző hangok mennek, két-háromféle hang megy mindegyik fülembe, és amikor csoportos meditáción vagyok, akkor előre hallom, és látom azt, amit fognak mondani. És nagyon zavar. Ha viszont felvételről hallgatom a, fel, a meditációt, van, hogy belealszom, és amikor egyedül próbálom csinálni, akkor meg egyszerűen nem megy. Nem tudok figyelni önmagamra, vagy koncentrálni, és egyszerűen nem tudom, hogyan kezelni ezt a dolgot. Én egy nagyon egyszerű meditációt javasolnék erre, de elsősorban szeretnék megnyugtatni. Mondtad, hogy két-háromféle hangot hallasz így a fületben, én többet. És még így is megy. Tehát vedd észre a környezet rezdülését. Vedd észre azokat a hangokat, vagy azt a csendet, ami körülötted van. És hogy kiterjeszted a tértudatosságot, ugye az én tudatosságod egy picit lejjebb megy, és minden, ami az énségedhez párosítható jelenség, tehát ez a karma is, ez kevesebb energiát kap. Tértudat vagy én tudat. Nem mindegy. Tehát amikor a környezet rezdüléseivel te egyé akkor megtapasztalod a nem mozdulót és a nem rezdülőt. És ez a karmikus tisztulás kezdete. Ha ezt tovább viszed, akkor ezek a jelenségek csökkennek, egyszerűen azért, mert nem teszel beléjük energiát. Minél egyszerűbb, annál jobb. Semmiféle speciális technika, szöveg, egyebek nem szükségesek. Okay. Tehát a felvételt kikapcsoljuk, mert elalszunk tőle. Maradjunk ébren! Jó, köszönöm szépen! Szívesen! Egy olyan élményem volt gyerekkoromban, hogy kisgyermekkor nem tudom, hogy hova tehető ilyen háromtól nyolcig körülbelül. Becsuktam a szemem, magam elé képzeltem az óvodámat teljesen fehérbe, és elkezdtem mondogatni, hogy én vagyok én, én vagyok én, én vagyok én. És azt mondogattam, nem tudom, milyen sokáig, és egyszer csak jött egy ilyen érzés, hogy én, vagyis. Hát igen, egy érzés, hogy én vagyok. És teljesen olyan volt minden, mintha minden megszűnt volna, de egy ilyen békés, vidám érzés volt. És akkor ezt így párszor játszottam, mert hogy jó, jó érzés volt, és aztán ez úgy eltűnt. Hét éves korodig én... ez eltűnt? Hát nem tudom teljesen hova rakni, tehát annyira nem emlékszem rá, és... Azt mondtad óvodáskorban volt, 7 éves korban 7 már 7 kezdünk 7, menni. Jó. Nem tudom, lehet, hogy később. Azt tud, hogy 7 éves korig az ember tudatalanja nagyon nyitva van, és korábbi emlékek, korábbi azonosulások szépen jönnek a felszínre, amelyek nem jók és nem rosszak, csak te ebben az életedben már nem ez vagy. Ezt kell tudni, és nyugodtan visszaküldeni a tudatküszőbb alá. Ezt egyébként az ember természetes fejlődése megteszi, hiszen ahogy szippantjuk be a világot, mint a szivacs, mert a gyerek tükör és szivacs egyszerre. Oké? Okay? Tükrözi a szülőket nagyon keményen, tessék figyelni. Ha jól látod, akkor olyan tanítást kapsz, hogy győzed visszatanítani, helyesen. És amikor arról van szó, hogy a Kis tudatából még fölmerül egy csomó minden, akkor az azért van, mert még nem fedi annyi érzékszervi por, érzékszervi hatás. Tehát nyitott. Tehát vannak gyerekek, akik komplet storikat mondanak el előző életeikből. És a szülők nem értik. Azt hiszik, hogy a gyerek mesél. Vannak egyéb látások, amikor a gyermek olyan lényeket lát, akik nincsenek testben. Akár nappal, Akár éjszaka. Úgyhogy ezekre néha a szülő egyáltalán nincs felkészülve, mert ő már nem olyan nyitott, vagy lehet, hogy soha életében nem volt, és az ezirányú tudás és tapasztalat egyaránt hiányzik. Tehát 7 éves korig nagyon sokszor előfordul, hogy ilyenek megismétlődhetnek, aztán az ember a jelenlegi érzékszervi valósághoz visszatér, és rájön, hogy ő már nem ez. Ez ott van a lelkem mélyén, ezt a helyére tette, és éli tovább az életét fehér pöttyös ruhában, piros harisnyával. Oké. Okay. Igen, és annyit tennék még csak hozzá, hogy ugye megpróbáltam visszahívni ezt az érzést, mert hogy jó volt, de ugye most nem megy már ilyenkor. Viszont nem olyan rég voltunk egy buliba, és ott megtaláltam megint egy picit ezt az érzést, hogy csak így elvonultam hátra, és néztem az embereket. És ahogy te szoktál kopintani a, a bottal, és hogy megpróbáltam azt az érzést, hogy csak nézzem, ami van, és hogy ne ítélkezzek, ne mondjak jót, rosszat, csak lássam azt, ami van, és hogy akkor jött egy kicsit vissza talán ez az érzés, ami hasonlított ahhoz, amit gyerekkoromban éreztem. Ne menj vissza a múltba, ezt az érzést már a múlt tapasztalatától függetlenül gyakorolhatod, ha ennek van itt az ideje. De hogyha mondjuk vezetés közben a piros lámpánál csak úgy nézed, és a zöldnél nem indítasz, akkor elég nagy bajok lesznek. Tehát működjünk, jó? Ezzel együtt. Rendben, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Hölgyeim és Uraim, megköszönöm ma azt a kitüntető jelenlétet, amelyben egymást részesítettük, azt, hogy ezen a darmabeszéden beszéden. A világosabb tudat felé törekedtünk, és remélem azt, hogy együtt járhatjuk az utat, érhetjük el a felébredést, és szabadíthatunk meg minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet.